Az autómentes nap alkalmából ülhettek ilyen elektromos járművekbe az óvisok. A délelőtti, a közlekedés biztonságot fókuszba helyező esemény egy összefogásnak volt köszönhető. A Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány a Nemzetközi Autómentes Nap alkalmából a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság segítségével és a Kiskolosi Rendőrfőkapitányság kollégáinak közbenjárásával meglátogatta az óvodát, és a gyerekeket a biztonságos közlekedésre buzdította. Szeriné Ferencsik Ivett óvodavezető nagyon örült a kezdeményezésnek. Mindenféleképpen nagyon fontosnak tartom én is, és hogy tényleg már óvodáskorban megismerkedjenek. Természetesen az óvónénik által is ismerkednek ezekkel a dolgokkal, de egészen más, hogyha egy rendőrbácsi, rendőrnéni fogja ezt elmondani, és tényleg olyan eszközökkel fogják megtapasztalni a közlekedés biztonságnak a fontosságát. Úgyhogy talán olyan dolgokat is megismernek itt, amit nem biztos, hogy a szülők elmondanak, nem azért, mert nem szeretnék, hanem nem tudják, hogy ennek a korosztálynak mi az, ami nagyon fontos, hogy megismerkedjenek vele. Varga Balogh Diana, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársa egy rövid elméleti ismertetőt is tartott az óvisoknak. Milyen színű felül a közlekedés? De ügyesek vagytok, piros színű felül. Mit jelent a piros jelzés? Állj, meg kell állni. Oké, hogyha a lámpa pirosról sárgára vált. Lassít, felkészül a megállásra, igaz? Oké, és illetve, hogyha a pirosról vált majd sárgára, akkor felkészül arra, hogy lassan elinduljon. Mert milyen színű lesz? Zöld! Nagyon ügyesek vagytok. Az ismertetőben elhangzott, hogy a gyalogátkelő helyeknél kell a legnagyobb körültekintés, mielőtt a gyerekek az úttestre lépnek. Emellett fontos az is, hogy jól ismerjék a közlekedési jelzőtáblákat. Hol lehet ezt kihelyezve egy ilyen tábla szerintetek? Gyalogolnak, igaz? Igen, gyalogos tábla, gyalogutat jelez, igen. Tehát ahol ez a tábla ki van helyezve, azon az úton, vagy azon a szakaszon egész pontosan, akkor ti gyalogolhattok, nagyon ügyesek vagytok. Az elméleti foglalkozást minden esetben kisautózás követte. Így három csoportban közel 70 óvis vehetett részt ezen a közlekedésbiztonsági órán. Az intézmény vezetője úgy gondolja, a munkatársai nagyon odafigyelnek a gyermekek közlekedési felkészítésére. Rengeteg lehetőség van nekünk is, hogy megismertessük a gyerekekkel a közlekedésbiztonságnak a szabályait, viszont nagyon fontos az, hogy az óvónénik elviszik az óvodai csoportokat sétálni is, és ott előtte már fölhívják a gyerekek figyelmét, hogy mire kell ügyelni. Érdekes egyébként megnézni, hogy kis középső csoportban milyen nehéz ez a gyerekeknek egyáltalán sorba maradni, megállni, ugye ők jobbra-balra nézelődnek, és itt nagyon fontos, hogy minél többször így ismerkedjenek a várossal és a közlekedéssel.